hogy elgyengült Magyarország, a másik oka pedig az, hogy elgyengült a felvidéki magyarság belsőleg, mert egyre inkább megosztottá válik, egyre inkább úgy polarizálódik, hogy egyik oldalon vannak a radikálisabban gondolkodók, másik oldalon pedig a megalkovók, meg a csak a anyagi érvényesülést keresők. Most, amikor ilyen kétoldalú gyengeségben szenvedünk, tehát Magyarország elgyengülésében és ottani életünk elgyengülésében, akkor teljesen logikus, legalábbis a fizikai törvények szerint teljesen logikus, hogy a szlovák politika és a szlovák államhatalom megpróbálja megkeresni azokat a gyenge pontokat, amelyek megtalálhatók, és megpróbál bennünket valamilyen módon vagy sértegetni, vagy térdre kényszeríteni, vagy megalázni attól függ, hogy éppen melyik politikusról van szó, vagy melyik politikai csoportosulásról van szó. Tehát valahol a magyar politika elgyengülésében kell keresni azokat az ellentéteket, amelyek most hirtelen felszínre kerültek.